A művészeti kar doktori iskolája tavaly alapította a Keserű Ilona díjat a mester 80. születésnapja alkalmából. A díj átadására most első alkalommal került sor. A művészeket nem lehet megállítani, tehát akik erre születtek, ezt tanulták. Az egész életük tulajdonképpen abba telik el, hogy alkotásokat hozzanak létre, hogy megint tanuljanak, hogy körülnézzenek, hogy nézzék egymás munkáit, a világba készülő többi munkákat, többi műalkotásokat, és azok között éltessék a saját műveiket. Most ebbe kell, nagyon nagy segítségre szorulnak, mert minél többet foglalkoznak össze-vissza mindennel a művészet körül, annál több dilettáns munkálkodás van a művészet körül, és annál kevesebbet tudnak a saját dolgaikkal foglalkozni. Tehát ez az, amiről beszélek, hogy ennek ezért van nagyon nagy jelentősége annak is, hogy ma itt egy művészettörténész műkereskedő kapja a díjat, aki egyébként évtizedek óta foglalkozik az itt munkálkodó, tanuló és itt élő fiatal művészek munkáival. A művészeti kar doktori tanácsa a Keserű Ilona díjat 2014-ben első alkalommal Johan van Damme kurátor, műkereskedőnek, műpártolónak ítélte oda. Én az Ilonával a 80-as években kerültem kapcsolatba, és rajta keresztül már rögtön a 90-es évek legelején, amikor István Aknán szerveződött a mesteriskola, akkor már kapcsolatba kerültem vele és a tanítványaival. Keserű Ilonát, a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola egyik alapítóját nemrég a Nemzetművészedíjjal tüntették ki. A rangos elismerést a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére 2013-ban hozta létre az országgyűlés, és most először ítélték oda 10 kategóriában. Nagyon nagy dolognak érzem, és amikor ennek az átadása volt, ennek a díjátadásnak, hogy elnéztem ott a kortársaimat, a még élő 80-asokat, például 70-eseket, jó volt látni. Jó volt látni, és mindenki örült. A díjátadót a doktori iskola zeneművész hallgatóinak koncertje zárta.